Könyörögjünk! Szíts fel, Urunk, egyházadban azt a lelket, akinek Szent Benedek atyánk szolgált, hogy azzal eltelve tanuljuk meg szeretni, amit ő szeretett, és tetteinkkel gyakorolni, amire tanított Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm oblátus közösségünk minden kedves testvérét, tagját. Kedves testvérek, amikor az ember akár még főapátként is egy lelki gyakorlatot vállal, abban nagyon sok ilyen reszkír van. Édes Istenem, mit mondok az én testvéreimnek? Én nagyon egyszerűen az élet és a lelki élet dolgairól fogok beszélni, különösebb teketória nélkül. És én azt gondolom, hogy azt úgy mindannyian meg fogjuk érteni. Osztálytársam, sőt, pontosabban óvodástársam volt egy hölgy Sopronba, e-mail levelet ír, és azt kérdezi, hogy magyarázd meg nekem, hogy mi az, hogy harmadrendiek. Hát aztán gyorsan próbáltam válaszolni, hogy az egyház történelem folyamán van számos szerzetes közösséget alapító, rendalapító atya vagy nővér, és vannak olyan világi testvérek, akik kinn a mindennapokban szeretnék egy-egy ilyen szerzetes alapítónak a spiritualitását, a lelkiségét megélni. De hát mi az, hogy harmadrend? Hát aztán próbáltam magyarázni, hogy a teremtés koronája azért férfiak mégis mi vagyunk, tehát hogyha közösségbe tömörülünk, akkor mi vagyunk az első rend. Aztán a hölgyeket is a jó Isten teremtette, tehát ők a másodrend, hogyha így szerzetek. Igen. És hogyha a világiakat, tegyük föl, hogy a világiakat is a jó Isten teremtette, nem vagyok meggyőződve róla egészen, akkor ez meg a harmadrend. Tehát ugye ez valahol jellegzetesen a középkornak a gondolkodása, amelyet nem szabad magunkévá tenni. Akkor a rendi társadalom így gondolkodott egyházról, társadalomról. Mi a Biblia alapján úgy gondolkodunk, hogy Isten az embert, férfinak és nőnek saját képére és hasonlatosságára teremtette, ha szabad ilyen modern módon egyenjogúnak, természetesen más-más természettel ruházta föl, és Isten a kettőben, férfiban és nőben egy jelen van, és amikor a családba születünk, akkor egyszerre tapasztaljuk meg Isten erejét és Isten irgalmas hozzánk lehajló szeretetét. És hát ez a dolgoknak a rendjében így van jól. És ezt azért gondoltam, hogy elmondom, mert hát akkor most jön az, hogy hát és mi az, hogy oblátus? Ugyanez Pepitában, de azért egy kicsit körül kell járnunk, hogy miről is van szó. És hogyha miről is van szó, akkor vissza kell mennünk egyrészt az evangéliumhoz, másrészt a szerzetes alapítóhoz, a mi esetünkben Szent Benedek atyánkhoz, illetve az ő regulájához, ami olyan számunkra, mint az ő testamentuma, mindig újra és újra értelmezzük, és ma kell értelmeznünk, és a benedeki regula nem arról akar beszélni a 21. század első évtizedeiben élő keresztényeknek, hogy hogyan kellett volna élnie, vagy hogyan kellene élnie egy kereszténynek, egy szerzetes kereszténynek 1500 évvel ezelőtt, hanem az, hogy ma. A ma és a mai életünk. És akkor itt rögtön kérem, hogy ezt a gondolatsort próbáljuk megjegyezni, mert az nagyon fontos. Jézus, ha elolvassuk figyelemmel, hívő szívvel az evangéliumot, akkor személyes hitet kíván, személyes belévetett hitet, úgy is mondhatnám, személyes szeretetet iránta. Jézus Már nincs kétfél, nem ebben,
atya vagyok. Főpátor bízott meg 10 évvel ezelőtt az oblátus rektori feladattal. Oblátus rektorból több is van. Én a panohalmi főapátsághoz tartozó dékániákat vezetem, de Bakonybélben is van oblátus rektor Ábel atya, akihez 4 dékánia tartozik, és van Tihanyban is egy egyre inkább kialakuló dékánia, amely a Tihanyi monostorhoz tartozik. És van a nővérekhez, Tiszaalpáron lakó nővérekhez is tartozik egy oblátus csoport, amelyet Ágota testvér vezet. Az oblátus rektor szervezi a közös életet, kapcsolatot tart a dékánokkal. Minden évben van egy dékángyűlésünk, amelyen megvitatjuk a lelki gyakorlat előkészítését, megvitatjuk a különböző témákat, beszéltünk Facebook oldal indításáról, honlap indításról, és ezt a közösség elé is vittük. A dékánok kapcsolatban vannak velem, és az érdeklődőkről, jelöltekről, novíciusokról is beszámolnak. Az oblátusság az úgynevezett harmadrend egyik fajtája. Korábban harmadrendnek vagy világi rendnek nevezték azokat a hívő keresztény embereket, akik csatlakoztak egy szerzetesi közösséghez lelkileg. Az oblátusok vagy obláták, magyar szóval felajánlott vagy odaadott személyek, olyan elkötelezett keresztény emberek, akik életükben Jézus Krisztus követését Szent Benedek regulája szerint szeretnék megélni. Felajánlásuk révén kapcsolódnak egy bencés kolostorhoz, jelen esetben mi a Szent Márton panonhalmi főmonostorhoz. Az oblátus, tehát a világban élő keresztény ember, aki keresztény életében, vagy keresztény életét Szent Benedek regulája szerint éli. Erre az útra Isten szent lelke hívja meg az embert, és mind az egyén, mind a szerzetesi közösség részéről több éves imádság, lelki munka előzi meg a szerzetesi közösség nyilvánossága előtt tett ígéretet. Az oblátus Istent kereső ember, akinek az életét, lelki életét Jézus Krisztus evangéliuma és Szent Benedek regulája határozza meg. A dékánia kifejezés 10 emberből álló, vagy személyből álló csoportot jelent. Az oblátusok ilyen dékániákhoz csatlakozva élik lelki közösségi életüket. Hogyan áll össze egy oblátus találkozó? Havonta találkozunk a dékánia tagjaival, együtt imádkozunk, egy adott témát megbeszélünk, és szeretett lakomán veszünk részt. Az imádság az legtöbbször a zsolozsma tehát valamilyen imaóra. A lelki téma, a lelki témát mindenki megkapja előre, olvassa, megpróbálja az életében megvalósítani, és a találkozón megbeszéljük azokat a tapasztalatokat, örömöket, kudarcokat, amiket egymással meg tudunk osztani. Mivel a találkozó az egy kicsit ünnep is a számunkra, ezért a szeretet lakomában részesít minket a vendéglátó testvérünk. A mi magyar elnevezésünk, hogy
szentmise ugye egy latinból származtatott, sokat nem mondó kifejezés. Ezért mi bencések magunk között, hogyha észreveszitek, akkor mindig azt mondjuk, hogy az eukarisztia liturgiája, de hát ez csak az a probléma, hogy nem értik az emberek azt, hogy mi az, hogy eukarisztia, és mi az, hogy liturgia, mindig magyarázkodni kell, mert hát ez is ősi, ráadásul görög kifejezés, de azért erőltetjük, ha szabad így mondani, ezeket a kifejezéseket, mert ezek legalább fölkelték az érdeklődést, hogy miről is van szó, hogy hálaadás, ja, hogy ez nem olyan egyszerű dolog, de hát akkor miért adunk hálát? Hát nem azért csak, mert a mindennapi kenyerünk megvan, hanem azért, mert Isten Jézus Krisztusban, az ő fiában megváltotta a teremtett világot, és megváltotta az ember, és ez öröm és újongásnak a tárgya, nem szorongás, nem félelem. Itt már benne van az Isten képűségünknek is az üzenete, hogy Isten nem megkötöző úr, hanem szabaddá tevő, irgalmas szeretetében magához ölelő úr, aki gyermekeinek a hálaadására figyel oda, és hálaadását örömmel és békével jutalmazza meg. Az oblátus közösség minden tagja, hát ima közösségben van a bencés szerzetes atyákkal, és mi is rendszeresen imádkozzuk a zsolozsmát. A zsolozsmának a fő része, hogy úgy mondjam, a túlsúlyban vannak a zsoltároknak az elmondásai, vagy imádkozása, és hát ez lehet, hogy sokak számára idegen, de valójában nagyon sokat lehet belőle tanulni. Az embernek emeli a lelkét Isten felé a zsoltároknak az imádkozása. Én személyesen azt mondhatom, hogy egyre jobban megszerettem az évek során a zsoltároknak az imádkozását. Mint világban élő ember, sokat jelentett a számomra az, hogy mikor hazamegyek a munkából, akkor a zsoltárokon keresztül szólhatok Istenhez, és ezáltal félreteszem a közben a napi gondokat, és nem azokra gondolok, amik a napi problémáimat jelentik, hanem valóban az Istenre tudok figyelni. Nekem a kedvenc zsoltárom a 62. zsoltár, ami úgy kezdődik, hogy Isten, te vagy Istenem nékem, téged szomjaz a lelkem, érted eped a testem, mint aszúföld, mely szomjas és vízetlen. A zsolozsmához. Miért gondoltam arra, hogy hát egyrészt a szentmiséről, másrészt a zsolozsmáról? Azért, mert egy kicsit az oblátusoknak a helyzete megtévesztő velünk kapcsolatban. Ugye ti kint sóvárogtok a világban, milyen jó lenne reggel, délbe, este zsolozsmázni, és nem tudjátok azt, hogy nekünk reggel, délbe, este néha nagyon nehéz. Ide jöttök, hogy nagy ünnepi csindradrata szól az orgona, és akkor ti azt hiszitek, hogy ez itt mindig így megy. Kedveseim, az élet az egy küzdelem, és az Isten szaváért és a zsoltározásért is meg kell küzdenünk. És éppen azért gondoltam, hogy kicsit demisztifikálom, egy kicsit a valóság talajára helyezem ezt az egész kérdést, azért, hogy otthon a családotokban vagy a magányotokban bencés lelkiségbe tudjatok imádkozni, és nem a romantika piszkál benneteket, és állandóan a hetedik égbe vágyódtok, mikor még itt vagytok a földön. Uram, te benned remélek, kezedbe ajánlom lelkem. Uram, te benned remélek, kezedbe ajánlom lelkem. Megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem, kezedbe ajánlom.
preceptor, tanító, lelki kísérő, aki az érdeklődőket bevezeti a bencés kezdeti lépésekbe, megismerteti velük a regulát és a bencés és az oblátus szabályzatot, megismerkedik az érdeklődővel, személyes kapcsolatot épít ki vele, ápolja, beszélgetéseket szerveznek, hogy jobban megismerje a bencés életet. Tulajdonképpen az oblációig ő vezeti, vagy segíti persze a dékán is az érdeklődőt. Az obláció előtti időszakot három részre osztjuk. Az érdeklődés időszaka, amikor az érdeklődő úgy döntött, hogy szeretne szorosabban a közösséghez kapcsolódni, akkor a nyári lelki gyakorlatunkon, mely Szent Benedek nyári ünnepéhez kapcsolódik, bejelenti a közösség előtt, hogy szeretne jelölté válni. Ez a jelölt idő körülbelül 2 évig tart. A második év végén szintén a nyári lelki gyakorlatkor kezdheti meg a noviciátusát, ami többnyire 1 évet foglal magába. A noviciátus megkezdésekor egy rendi nevet választhat, vagy adnak neki, és ekkor az új embert ölti magára, és így kezdi meg a bencés életet, amit majd 1 évvel később az oblációval fog megkoronázni, amikor leteszi az ígéretet, hogy Szent Benedek monostor oblátusai közé fog tartozni, és Benedeki regula szerint szeretne a világban élni. Thank you.
azt gondoltam, hogy valami hasznosat szeretnék mondani, még a regulárval, a regulával a kapcsolatban, és ezt a szót találtam ki, hogy beszéljünk a vigasztalásról. Egy reguláról szóló hosszabb előadáson valamelyik előadó azt mondta, hogy ha végigolvassuk a regulát, akkor csodálatos benne az a vezérfonal, ahogy Benedek rendelkezik, az apát minden bölcsen, kiegyensúlyozottan, igazságosan, nem személyválogató módon rendezzen el, hogy senki se nyugtalankodjék, senki se elégedetlenkedjék, vagy netán morogjon, ez a kifejezés, elégedetlenkedés, ez is szerepel, hogy ne szomorkodjék. A szomorkodás, aki szomorkodik, vagy szomorú, azt ugye vigasztalni szoktuk. És hogyha ezt végignézzük a regulában, ezt az aranyfonalat, akkor azt kell mondani, csodálatosan megtanít bennünket a vigasztalásnak a művészetére. Egyrészt az, hogy a dolgokat körültekintően bölcsen kell elrendezni, hogy ne adjunk okot a szomorkodásra. Ha mégis van szomorkodó, akkor azt pedig vigasztaljuk. Thank you.
Mert hát azért nem csak a lelkünket gyakorlatoztunk, hanem együtt voltunk imádságban, testvéri találkozásokban, beszélgetésekben, talán még egy kapcsolás is volt feltételezett, én azt gondolom, hogy a testvéri együttléthez ez mind hozzátartozik. És egy kicsit megtapasztaljuk azt is, ahogy definiáljuk önmagunkat, kik az oblátusok, azok a testvérek, akik egy szerzetes rend alapítójának, szentelenek a szellemiségében, lelkiségében akarnak a világban élni, és közösségben vannak egy manastorra. Hát arra a manastorra, imádságos közössége, a találkozások, és ti is, kedves testvéreim. És én ezt a mostani prédikációt nem hagyományos beszédnek szántam, hanem összefoglalom. Az imént hallottuk a szentírási szakaszokat. Ezek majdnem olyanok, mint ahogy a Szent Benedek tanít bennünket a legalában. Az elmélkedések vezérfonala is ez volt, hogy az evangélium vezetésével járunk az Úrnak az útját, és a lényeges az, hogy az Úr irántunk való szeretetében megmutatja nekünk az élet útját, hiszen ő az igazság, az út és az élet. Kedves testvérek, akik most majd fogadalmat tesznek a foglalkozóink között, és bizottan beültünk testvérünk, köszönjük, hogy nyilvános hangságvételekkel megvalljátok, hogy Jézus pályamodellje modelljét szeretnétek kialakítani életetek. Higgyétek el, talán ebben is gondolok, ez bennünket is megerősít. Péter kérdésével zárom, kifizetődő-e a Krisztus követése. Szívünkben és hitünkben dől el, és életvitelünkkel választunk rá. Boldogok, akik meghallják a hívást, és követik is azt. Kedves testvéreim, már megismertétek Szent Benedek hagyványát, amely alatt küzdeni akartok. Tudjátok, mi fáradtok, amikor oblációt tesztek. Akartok-e az evangélium vezetésével Szent Benedek atyán lelkületében élni, és Isten őszintén keresni? Akarok. Akarjátok-e oblátusként keresztségi ígéreteteket beteljesíteni, és önmagatokat megtagadva Krisztus követni? Akarom, Isten segítségével. Istennek legyen hála, aki megkezdte bennetek a jót, tegye tökéletessé Krisztus Jézus eljöveteinek napjára. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Én, Illik Mária Zsófia testvér. Én, Bolgár László Polikár testvér. Én, Rolik Bakmár Tasára testvér. Én, Rolik Tamás Jeremiás testvér. Felajánlom magamat a mindenható Istennek, a boldogságos Szűz Mária, Szent Benedek atyánk, Szent Márton püspök, Szent István király és Isten valamennyi szentjének jelenlétében. Ígérem, hogy Szent Benedek atyánk regulájának szellemében az evangélium vezetésével járom az üdvösség útját, és Krisztusnak semmi terébe nem teszek. Azon igyekszem, hogy Isten irgalmassága felől soha kétségbe nem esve, a bencés közösségben az eukarisztia és a dicséret áldozatát ünnepelve, keresztény életem által
mindenben megdicsőüljön, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Fogadj el engem, Istenem, szent igéd szerint, hogy neked éljek, és ne szégyeníts meg engem, mert te benned bíztam, Uram. Fogadj el engem, Istenem, szent igéd szerint, hogy neked éljek, és ne szégyeníts meg engem, mert te benned bíztam, Uram. Fogadj el engem, Istenem, szent igéd szerint, hogy neked éljek, és ne szégyeníts meg engem, mert te benned bíztam, Uram. Fogadj el engem, Istenem, szent igéd szerint, hogy neked éljek, és ne szégyeníts meg engem, mert te benned bíztam, Uram. Fogadj el engem, Istenem, szent igéd szerint, hogy neked éljek, és ne szégyeníts meg engem, mert te benned bíztam, Uram. Fogadj el engem, Istenem, szent igéd szerint, hogy neked éljek, és ne szégyeníts meg engem, mert te benned bíztam, Uram. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és szent élet Istennek, miképpen kezdetben most és mindenkor, és mindenökkel örökké. És áldozatos hitükkel Krisztus országát építsék.
A Szentlélek adjon nekik jóhúzóságot, amely a bűnöktől elválaszt, és amely megőrzi őket a Szent Márton monostorához és az omlátos közösséghez való hűségre. Krisztus, amen.